Az agyhártya gyulladása lágy agyburok gyulladásos betegsége, az antibiotikumok feltalálása előtt a betegség gyógyíthatatlan, halálos kimenetelű volt. Most is nagy a halálozási aránya betegség miatt, ezért értenek egyet a házi orvosok, hogy jövő évtől ingyenes lesz a védőoltás. Újhelyi János nyíregyházi gyermekgyógyász évek óta nagy figyelemmel kíséri a betegséget, kutatta annak egy törzsét is, és több meningitiszes beteget kezelt. Szerinte ez az egyik legagresszívabb betegség. Hogy mi okozza, ez sajnos konkrétan nem mondható meg, az nyilvánvaló, hogy a baktérium oki szerepe megvan, csak az a helyzet, hogy ez a baktérium normálisan is előfordulhat felnőttek, gyermekek torokváladékába, torkába. Hogy ez adott esetben mitől válik agresszívvé, mi azt mondjuk, hogy invazívvá, amikor is behatol a szervezetbe, a vérbe, és ott gyorsan kezd szaporodni, és aztán az agyhártyától kezdve egy vérmérgezésen keresztül egy belső vérzést okoz, ami már kifelé a kiütés formába jelentkezik, a mellékvese elhalását okozza, a bőrön nekrotikus, elhalt területek tömkelegei jelenik meg, ez bizony a maga ennek a betegségnek a természete. Tehát csak úgy lehet ellene védekezni, hogyha védőoltást adunk. A meningitis jellemző tünete a hirtelen magas láz, a végtelenül rossz közérzet, az erős fejfájás, pontszerű vérzések, sajátos kiütések. A jövő évtől kezdődően mindenki ingyenesen fog tudni hozzájutni ehhez az oltóanyaghoz. Tudniuk kell, hogy az ajánlott védőoltás nem kötelező. Amennyiben be fogja váltani a reményeket, akkor szeretnénk majd esetleg egy évvel vagy két évvel később kötelezővé is tenni. Hangsúlyozom, ez az összeg, amit erre fogunk szállni, az körülbelül 1,5 milliárd forintot fog kitenni már a jövő évtől, de csak akkor, hogyha mindenki, hangsúlyozom, mindenki, aki rászorult, vagy aki igénybe veheti, az meg is fogja ezt tenni. Az államtitkár hozzátette, jelenleg 70%-os támogatással körülbelül 7000 forintért vásárolható meg az oltás, így jövő évtől már ennyivel, azaz további 7000 forinttal tudják segíteni a szülőket.